Ők rúgtak két gólt, mi meg nem. Mert én úgy gondolom, hogy főleg az első félidőben talán azt lehet mondani, hogy a ellenfelünk fölé nőttünk így a mezőnyben. Eljutottunk helyzetekig is, és hát sajnos mi nem tudtuk berúgni az adódó helyzeteinket, míg az ellenfelünk az legelső hibánkat, ami azért nem volt kis hiba, de egyből kihasználta. Tehát sajnos ez a formánkra jellemző. És hát így megint egy lélektani előnyt adtunk a ellenfélnek. Igazából jó hír Zalaegerszegre, nagyon érkezett a télen a felkészülés alatt, talán az egyetlen, hogy tudjátok folytatni a bajnokságot. Tehát volt mindenféle, hogy elmennek játékosok, el is mentek ugye, hogy nem fogjátok tudni folytatni. Milyen így felkészülni? Nyilván ettől nem tudtok azért olyan könnyen elvonatkoztatni. Hát persze, hát tulajdonképpen ez egy elég zaklatott felkészülés volt, és ahogy mondtad, hogy sokan végül is azt mondták, hogy az egy első egyetlen pozitívum, hogy egyáltalán neki tudtunk indulni ennek a szezonnak, csak mi profi játékosként, nekünk profi játékosoknak nehéz ezt megélni, hogy kimegyünk egy mérkőzésre, és úgymond már kiesülnek, elkönyvelnek. Illetve hát mi minden mérkőzésen nyerni szeretnénk, hiszen ez ösztönöz minket minden mérkőzésen. És minden bántás nélkül nincs egy olyan, hogy mint az esélytelenek nyugalmával kimehettek, hogy most mi bajotok lehet, legfélebb kiestek, hiszen úgyis ott vagytok. Tehát ez a tét nélküliség akár jellemezhetné is a játékokat, de mégsem látszik. Én úgy gondolom, az első fél időben nem látszott az, hogy most itt melyik a kieső csapat. Tehát maradjunk ennyiben. Az biztos, hogy két gyermetek hibából kaptunk gólt, de egy-kettő az, hogy még nem estünk ki. Tehát azért úgy gondolom, még a matematikai esélyen kívül is van esélyünk. Hány százalékot adnál magatoknak? Még mindig adnék 30-40 százalékot, csak ahhoz, azt tudni kell, hogy az gólokat kéne rúgnunk, tudnunk rúgni, és hogyha beindul ez a folyamat, esetleg tényleg én azt mondom, az első győzelem, utána jönne az önbizalom, és ha elkapnánk egy jó fonalat, illetve hát a konkurens csapatok, akik ott vannak a tabella végén, belépnek egy hasonló spirálba, mint mi voltunk az ősszel, akkor bármi megtörténhet. Ugye most jön a nyugati rangadó, mit vársz a haladás elejéstől? Hát én már mondtam a srácoknak, hogy ezt teljesen máshogy kell kezelnünk. Az nem csak a három pontról fog szólni, de ezt szerintem át fogja érezni mindenki. Mindenesetre ott is, ha nem tudunk gólokat rúgni, akkor nem fogunk tudni nyerni.